Köszöntöm nézőnket, Ötvös Krisztoferrel beszélgetünk itt a Ötvös Cirkusz megérkezett Karcagra. Azt gondolom, hogy mindig öröm, amikor ide látogatnak, hiszen még emlékszünk a nagypapára, aki van másik produkcióval, azért ellopta mindenkinek a szívébe magát. Önök most megérkeztek, milyen társulattal? Mindig, amikor Karcagra jövünk, nagy szeretetet kapunk a közönségtől, úgyhogy mindig örömmel térünk ide-vissza. Most egy különleges, ilyen moszkvai, orosz stílusú műsorral készültünk a kedves néző közönségnek. Ez annyit akar, hogy orosz artisták lépnek fel a porondon. Lesznek orosz zsonglőrök, orosz macskaszám, görények, lesznek oroszlánok, tigrisek, lesznek egzotikus állatok, tevék, lámák, zebrák, pónilovak, kenguruk, struccok, és egy csomó fajta, másik fajta érdekes állat. Lesznek levegőakrobaták, bohócok, illúzionisták, és más sok érdekes meglepetés. De hogy így mi az előbb körbe mentünk, megnézhettük az állatokat, sok fiatalt láttunk. Tehát fiatalabb a csapat, mint korábban? A csapat évenként mindig változik, mindig új artisták jönnek. Maga a család, aki mindig itt van, és úgymond a műszaki személyzet, az artisták évről évre változnak folyamatosan. Önt mivel láthatjuk a porondon? Én egy különleges ilyen illúzió produkcióval fogok fellépni. Ez úgymond új, mert idén lépek fel vele először, és remélem, hogy a nézőknek tetszeni fog. A Suzit még azért őt is említsük meg, hiszen azért őt is láttuk már többször. Ő mivel örvendezheti meg a közönséget? Ő egy kutyaszámmal lép fel. Tehát azt gondolom, hogy ezt is megszoktuk már tőle, és mindig elbűvöl szerintem a gyerekeket is, ahogy bánik a kutyákkal. Várják a gyerekeket, családokat, tehát láttuk, hogy azért vannak kedvezményes jegyek is, próbálnak ezzel is könnyíteni a családokon. Persze, mindig kitalálunk ilyen úgymond újfajta akciókat, ami úgymond mindenkinek jó, és mindenkit nagyon szeretettel várunk. És gondolom, hogy lesz lehetőség itt megnézni az állatokat is, hiszen az mindig érdekli, a különleges állatok mindig érdeklik a gyerekeket. Természetesen meg lehet nézni az állatokat. Köszönjük szépen, és hát sok sikert önöknek, meg esőmentes fellépést. Köszönjük szépen.